Úgy tűnik, hogy beállhatok Vudubábunak is. Megátkoztam Csendes Zsoltiék autóját, de egyetlen egy mencsváram van, hogy van velem egy gyönyörű szőkenő, aki megvéd. Úgyhogy akkor most elemezzük, és próbáljuk meg elmondani Annettnek, hogy mi történt. Viszont annyira hülye vagyok, hogy nem látom, hát kitört a jobb hátsó. Kitört a jobb hátsó! Eltörött a kereke. Na, ez tök röviden. Rajta van 100-as rajtszám. Mondták, mi nem vagyunk 100-asok, tessék, nincs ki a 4 kerekünk. Most akkor 100-asok vagyunk, vagy nem? De képzeljétek el, hogy Anett abban a szerencsés helyzetben volt, hogy ülhetett a Herzig mellett. Tehát ő most szállt ki a Herzig Norbi új pólója jobb egyesüléséből. Szerintetek érdekli őt ez a dzsugás BMW? Szerintem ez sokkal jobb ér. Ebben jobb lenne belülni, mint a Herzigében. Hegyajajlány vagyok, a Zentrémben nőttem fel, tehát nekem azért a rally az azért mond valamit. Tehát ezt tudom értékelni. De mi történt pontosan? Eltöltem a keréktől csavarok, spóroltam. De nem vagytok szomorúak, ahogy elnézem, hogy nem bánjátok, hogy örültök, mehettek haza melegedni, nem? Nem? Ami miatt szomorú vagyok, hogy a Faragó Ricsinek nagyon akartunk itt szurkolni, azért álltunk félre, de úgy látom, ő se érte idáig. Tehát... Ajjajajajaj, mi van vele? Hát mindegy, ez egy, nem mindegy, nem érdekes. Ez egy részletkérdés. Anett, mennyire szimpi egyébként maga a közeg és ez az egész, amit itt látsz itt a veszprémi fensíkon? Tényleg azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen mindenki élvezés és örül ennek az egész sztorinak. Főleg úgy, hogy belülről is megtapasztaltam. Így van, hát abszolút meg, hogyha van műsor, kint is van mit nézni. Van műsor, azért vigyelj köszébe, picit megoldott titeket, van műsor! Egy Kővári, nem? Végül is, az Ruszám, köszönjük szépen. Kicsit szemminte, de... Nem bánnám egy picit meleg. Nem kicsit, bocsánat. Köszönöm szépen. Micsoda? Én csak egy valami mondatra reagáltam, de bárki. Sokkal csúnyább. Köszönjük szépen. Na ezért nem foglalkozunk csendeségkel, maradok inkább Anett mellett. Szerbusztok! Én is.